Hát addig is arról tudunk beszélni önöknek, hogy 18 óra 30 perckor mennyi volt a részvételi arány, mert hogy így 3/4 11-kor még mindig ennyi információt tudunk a Nemzeti Választási Irodától, hogy 18:30-kor mennyi volt a választáson részt vett szavazóknak az aránya, 68,13%. Na ebből főzünk így egész este, meg hát abból, ami a szavazóköré delegáltak, pár delegáltak által kiszivárogtatott adat halmaz, és az eljut bizonyos sajtóorgánumokhoz, újságírókhoz, és akkor ebből lehet következtetni, hogy ki mit pedzeget már. Szóval a pedzegetés szintjén azt rebesgetik, és nyilván itt a delegáltaktól származó információk alapján, hogy a Fidesznek a többsége meg lesz. De hogy mekkora többsége, meg hogy mi van az ellenzékkel, azt még azért nem tudjuk. Kéri Lászlóval próbáljuk a részvételi arányokat továbbra is megbeszélni. Mit tudunk még arról beszélni? Nem, de hogy is, hát tudunk másról is beszélni, de azon viccelődtünk itt, hogy a történelem ennyire durván megismétli önmagát, mert hogy 2010-ben mi ezt már így együtt átéltük, de akkor azért... Akkor 10 órakor már voltak 10 órakor adatok. Elindultak akkor az adatok. Már tudtunk, miről most viszont beszélni. Fogalmam sincs, hogy például az Ötvös utcában, vagy a Bocskai úton, hogy mi van, hogy befejezték-e már. És most megkérdezik pár fél órát, lehet, hogy megint mond egy újabb időpontot, hogy talán egy óra múlva, vagy fél óra múlva, mert... Állítólag az Ötvös utcában már vége, tehát bement az utolsó szavazó is, úgyhogy majd kollégánkat kapcsoljuk, a másik helyen majd megnézzük, hogy mi a helyzet a Pocskai úton, ott sokkal többen voltak. De hát azt biztos hallotta, amikor azt mondta Pál Filon, hogy 3 órát gondolkodtak azon a szavazóköré bizottsági tagok, hogy mi itt a megoldás. 3/4 órát. Egy valamilyen technikai problémán. Hát jó, ő ezt mondja, de hát ez nem lehet válasz arra, hogy az egész rendszer miért áll, hogy az, hogy ottan az Ötvös utcában valaki... Azt mondta, hogy 3 órát gondolkodtak azon, hogy most milyen megoldást javasoljanak. Hogy ők? Hát igen. Ja, én mert úgy értettem, hogy ott az Ötvös utcában, mindegy, így is, hogy is. Majdnem mindegy, hogy mi a kifogás. Erre elfogadható magyarázat, hogy miért nincsen részvételi adat órákkal később, miért nincsenek részfeldolgozási adatok, erre semmiféle elfogadható magyarázat nincs. Az emberbe ott a gyanú, hogy valami lázas tevékenység folyik a háttérbe, amit nem lehet az ország nyilvánosságának az órára kötni addig, amíg az nem éri el azt a nyilvánosság képes magyarázatrendszert. De miért? Újra számolják mindenhol? Például lehet tudom képzelni, hogy a vitatott egyéni körzetekben nagyon sok helyen iszonyú kicsike különbség döntötte el, hogy ki a mandátum nyertese, és a vesztesebben nem tud beletörődni, hanem újra számolást kezdeményez, akkor elkezdik kölcsönösen számolni egymás szavazó lapjain, hogy ez mégis érvénytelen, ez meg érvényes, mert a korábbi választások során többször is volt ilyen, hogy újra számoltak egyes körzetekben szavazólapokat, és akkor elkezdődött a vita, hogy ez most teljes értékű X, vagy nem, vagy pont, lába. Vagy minden, igen. És akkor megváltozott az érvényes szavazatoknak a száma, lettek érvénytelenek, olyanok, amik első számolásban érvényesek voltak, és lettek érvényesek, amik nem voltak, és aztán addig lehetett számolni, amíg emlékezzen rá, voltak olyan választókörzetek, ahol 8-10 szavazat döntött el a mandátumot. Hogyne. Kapcsolunk tudom képzelni, hogy ez folyik most is. Kapcsolunk a Fidesz eredményváró központjába, Semjén Zsoltot kapcsoljuk. Meghatározza Magyarország és a magyar nemzet sorsát. Mindenkinek szeretnénk köszönetet mondani, aki szavazott, és külön köszönet illeti azokat, akik hosszú órákat várakoztak a különböző szavazóköröknél a sorokban, hogy leadhassák a szavazatukat. Köszönjük nekik is a türelmüket, fontos, hogy mindenkinek a szavazata leadásra kerüljön és megszámolásra kerüljön. Erre hamarosan sor kerül, az első előzetes eredményeket nem sokára megismerhetjük. Engedjék meg, hogy most megköszönve az önök eddigi türelmét, átadjam a szót Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úrnak, a KDNP elnökének. Miniszterelnök helyettes úr. Nagyon szépen köszönöm, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a nemzetközi és a magyar sajtó képviselőit. 3 köszönetet szeretnék mondani. Az első köszönet a választópolgároknak, akik óriási számban vettek részt a választáson, ami a kormánynak, amely föl fog állni,
egy rendkívüli politikai legitimációt is, megerősítést ad az óriási részvétel. Külön szeretnék köszönetet mondani a sok imádságért, amit felekezeti hovatartozástól függetlenül elmondtak. Köszönöm. És harmadsorban pedig szeretnék köszönetet mondani a külhoni magyarságnak, aki nemzethűségéről tett tanúságot, amikor nagy számban, sokkal többen, mint 2014-ben éltek állampolgári és szavazati jogukkal, és hitet tettek ahhoz, hogy egy nemzethez tartozunk, és ez az országgyűlés az ő országgyűlésük is. Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg önöknek a figyelmet, és miután rövidesen meglesznek a részeredmények, jelentem önöknek, hogy miniszterelnök úr rövidesen beszédet fog mondani. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a figyelmüket! Hát nem tűnt túl letörtnek semmilyen Zsolt, és hogyha ő már tud adatokat a szavazókörbe delegált fideszes tagoktól, akkor lehet, hogy meg is van az oka rá. Három köszönetet mondott. Hát én így szarvas nélkül nehezen ismertem rá, de hát a mondandó mélységéből csak rájöttem, hogy ki beszél, úgyhogy hát azt mondta, ami várható volt. Az ő dolga az, hogy megköszönje a határon túli magyaroknak a szavazatokat. És a határon túli szarvasoknak. Hát igen, azoknak majd még külön otthon, privát keretek között fog köszönetet mondani. Hát azért ez egy felejthető beszéd volt. De jó, hát ez a köszönet pillanata. Bár hogyha nem tudunk adatokat, akkor nem tudom. Jó, hát megköszönjük, hogy szavaztak. Tartósan mély nyomokat a magyar médiában ez a beszéd nem fog majd. Én emlékezni fogok rá. Hát mindenképpen. Hát az ön különleges képességek kellenek ahhoz, hogy egy ilyen semmilyen beszéd mély nyomokat hagyjon. Rudolf is biztos emlékszik rá erre a beszédre. Ilyen késő este adatok nélkül be kell érnünk ezzel a szerény örömmel, hogy semmilyen Zsolt gondolatait elemezzük, igen. Ez is az éjszaka hosszúságát és azoknak a sötét képeknek az értelmét magyarázza, amit előtte ott vágó képként mutattak. Igen. Magyar Mártont kapcsoljuk a Jobbik eredményváró központjából. Na, ott milyen a hangulat? Mosolyogva vagy komoran járnak kellnek a politikusok? Mert pillanatnyilag ebből tudunk bármit levonni következtetésként. Igen, az újságírók azért nehéz helyzetben vannak, tehát ilyen hosszú csúszásra szerintem senki nem számított annak ellenére, hogy a 2014-es sorbanállás után lehetett arra számítani, hogy a 7 órás urnazárás azért nincsen kőbevésve, nem gránit szilárdságú. Ettől függetlenül nem nagyon látunk még jobbikos politikusokat. Korábban ugye Zé Kárpád Dániel sajtótájékoztatót tartott, vendégünk volt Gyöngyösi Márton, illetve Dúró Dóra, más jobbikos politikussal azonban nem találkoztunk. Ettől függetlenül lehet, hogy a sajtó elől elzárt részen tartózkodnak. Azt az információt viszont biztosan meg tudom osztani a nézőkkel, hogy Vona Gábor még nem érkezett meg ide a Jobbik eredményvárójára, és azt sem lehet tudni, pontosan mikor fog beszélni. A hangulat egyébként kettős, folyamatosan érkeznek a nem hivatalos eredmények. Bizakodóak bizonyos szempontból a jobbikos képviselők, hiszen 2014-ben nem sikerült egyetlen egy egyéni körzetet sem megnyerni. Most úgy látszik, hogy ez nem így lesz. Néhány választó kerületről tudják, vagy sejteni vélik, hogy megnyerheti a Jobbik. Vannak olyan helyek, mint például 60, illetve Eger, ahol bár a városban nagy arányú Jobbik többségről beszélnek, a környező települések, a környező falvaknak a lakossága viszont egyértelműen a kormánypártok mellett szavazott. Egyébként folyamatosan figyelik azt is, hogy más ellenzéki pártok hogyan szerepelnek, és próbálják azt is értékelni, de azt nem tudom mondani, hogy jó hangulat van itt egyébként a Jobbik eredményváróján. Mindenki azt várja, hogy megjelenjenek a hivatalos eredmények, akármilyen feldolgozottságban is, de arra számítanak egyébként a párt jelenlévő képviselői, hogy egy nagyon komoly, nagyon magas feldolgozottságot fogunk rögtön látni, úgyhogy ugyanarra várnak ők is, mint ibent a stúdióban, illetve a nézők országszerte a tévéképernyői előtt. Köszönöm szépen. Nézzük, hogy mi a helyzet a szocialistáknál. Tárkányi Zsolt van az MSZP párbeszéd eredményváró központjában. Szia! Szervusz, hasonlókról tudok beszámolni, mint Marci kollégám a Jobbik házatájáról. Itt ugye 150 méterre egy másik épületben van az elnökség ülése, zárt ajtók mögött az MSZP-nek és a párbeszédnek. Már olyat is hallottam, hogy 10-es para van, vagyis hogy az MSZP és a párbeszéd együtt nem fogja elérni a bejutáshoz szükséges 10%-ot, vagy ha igen, akkor éppen, hogy meg fogják ugrani a küszöböt, legalábbis ezt mondták az ő saját előzetes információik alapján az politikusok a kiszivárgott hírek szerint.
de egyébként bizony elég lehangoltak. Tehát ők már nyilván ismernek részeredményeket, természetesen nem árultak el pontos adatokat, de a két független jelöltről azt mondták, hogy nagyon-nagyon szoros fejfej melletti küzdelemben, de talán esélyesebb, hogy alul fognak maradni, ugye itt Kéz Zoltán Veszprémben és Mellár Tamás Pécsett. A baloldal erős bástyája marad és lesz továbbra is Budapest. Itt 18-2-es győzelmi arányt jósoltak, legalábbis erről vannak információik, hogy a DK és az MSZP visszalépkedett egymás javára, valamint az LMP javára is néhány körzetben. Tehát Budapestet valószínűleg magabiztosan fogja a baloldal nyerni, ám országosan maradni fog a fideszes dominancia. Ennek az okait pedig legfőképpen az egyoldalú média túlsúly, illetve a migrációs politika súlykolása, illetve folyamatos napirenden tartásában látják a szocialisták, és bizony volt, aki elismerte nekem, hogy ebben nem tudtak hatékony kommunikációt folytatni a kampány során a választók irányába. Köszönöm szépen, akkor valószínűleg 16-2 lehet, hogyha igazak ezek az információk a 18-ból, tehát ilyen arányban győzhette a baloldal, vagy a baloldal Jobbik, nem tudom, nem, Pesten a Jobbik nem valószínű. Köszönöm, Zsolt. Na hát, az az ünnepélyes pillanat következett be, így 22 óra 53 perckor, kedves nézőink, hogy elkezdtek jönni az adatok. De bizony, úgyhogy Somogyi Zoltán kapcsoljuk, aki eddig csak lógatta a lábát, kávézgatott, pizzát evett, vagy nem tudom mit csinált, mert nem is láttam, de most innentől kezdve tessék. Hát igen, indulnak az adatok, és most a kollégáimnak is várom azért a munkáját, mert hogy amit látunk, azt meg kellene jeleníteni. Nagyon gyorsan dolgozik mindenki, hogy azonnal láthatóbbá váljanak az adatok. Ugye itt van a pártokra adott szavazatok, a pártokra adott listás szavazatokban látszik, a Fidesz 49,15%-on áll, a Jobbik 20,14, a MSZP Párbeszéd 11,94, de náluk ugye a 10% volt az, amit meg kellett ugrani, az LMP-nek az 5%-ot kellett megugrani, a 6,51%-on áll, a DK 5,36%-nál, a Momentum pedig 2,62%-nál. Ez 68,8%-os feldolgozottság, tehát még változhatnak az adatok, de itt lehet látni az első helyen lévő pártokat. Akkor nézzük a következő táblát. Itt ha jól tudom, akkor a parlamenti patkó látható. A parlamenti patkóban 133 fős most jelen pillanatban, mostani feldolgozottság szerint a Fidesz többség, ez pont kétharmadot jelent, a maradék helyen pedig, a maradék egyharmad helyen a többi párt osztozkodik, tehát elég egyértelmű most jelen pillanatban a Fidesz vezetése, és hogyha ez így marad, akkor nem véletlenül mosolyogtak a fideszes politikusok, hiszen a kétharmadot a Fidesz meg tudja szerezni, vagy legalábbis a közelébe tud kerülni. Most el tudjuk kezdeni nézni városonként, illetve megyénként az adatokat. Először Budapestet tekintsük át. A budapesti adatok közül az első választókörzet, ahol Csárdi Antal úgy néz ki, hogy megnyeri a választást. Ugye ez volt az a körzet, ahol nagyon sokat beszéltünk róla, és nem az utolsó pillanatokban léptek vissza egymás javára az ellenzéki politikusok. Holik Istvánnal szemben Csárdi Antal vezet. Nézzük meg a következő helyszínt, mindjárt bejön ez is, ez az adat is. Itt a Budapest 3-as választókörzet, második, 12. kerület, ez ugye Gulyás Gergelynek a körzete, úgy néz ki, hogy Gulyás Gergely továbbra is viszi ezt a körzetet. 4 évvel ezelőtt a Fidesz jobban szerepelt itt, 46%-ot kapott a fideszes jelölt, most 43%-ot, de ettől még Gulyás Gergely az első, természetesen az adatok feldolgozottsága miatt még történhet változás. A következő választókörzet Budapest 5-ös választókörzet, amelyik az egyik legszorosabb körzet volt korábban. Itt Olá Lajos, a DK és az ellenzék jelöltje most jobban szerepel, mint 4 évvel ezelőtt. 4 évvel ezelőtt néhány 100 szavazaton múlott a győzelme, most úgy tűnik, hogy egy sokkal nagyobb győzelmet tud aratni a két jelölt között, Bajka István és Olá Lajos között 10% a különbség. Nézzük meg akkor a következő
helyszínt a 13. kerületet Budapesten, ahol Hiszékeny Dezső, akivel szemben egyébként egy, mondjuk nem megyek a részleteiben, mert most az adatok rohannak, egy nagyon érdekes büntetőügyet próbált a kormánypárt kidolgozni, most ehhez képest Hiszékeny Dezső úgy néz ki, hogy elhozza a körzetet, és még a múltkori 4 évvel ezelőtti adatokhoz képest is egy 10%-kal jobban teljesít. Nézzük meg, akkor most rohanjunk tovább. Most látjuk Budapest 12-es választókörzetét, amelyik a 4. 15. kerület. Itt két olyan jelölt indult egymással szemben, aki eredendően képviseli a körzetet, a polgármester és az országgyűlési képviselő. A DK-s polgármester úgy néz ki, hogy megveri a fideszes országgyűlési képviselőt, tehát aki eddig a Fidesz színeiben az országgyűlési képviselő volt. Nézzük meg a következő területet. Ugye úgy beszélünk most, hogy Budapesten látjuk gyakorlatilag a magát demokratikusnak nevező ellenzéknek a viszonylagos erejét, ahhoz képest, hogy a parlamentben fideszes kétharmad várható, vagy Fidesz, kétharmad közeli fideszes állapot, megyünk majd a megyékhez is, és akkor látni fogjuk a fideszes eredményeket is, de Budapesten is lehet olyan adat, vagy látszik olyan adat, ahol esetleg a Fidesz nyerhet. Itt most egy ilyet látunk, Budapest 13-as választókörzet, ez a 14. kerület és 16. kerület együttesen, vagy annak bizonyos részei. Itt volt az, ahol az együtt javára visszaléptek az ellenzéki erők. Ehhez képest Szatmári Kristóf úgy néz ki, hogy most a jelen pillanatban jobban áll, de a kettő közötti különbség nagyon vékonyka, tehát innentől kezdve még sok minden változás beállhat ebben a választó kerületben. Akkor nézzük meg, hogy van-e még budapesti adat, amit megnéztünk, vagy találtunk. Mindjárt. Igen, Budapesten a következő Kunhalmi Ágnes, akiről sokan mondták, hogy nem kérdéses, hiszen egyedül indult a baloldali jelöltjeként, és most úgy is látszik, hogy megnyerte. Korábban ő egy nagyon éles versenyben elveszítette a választást 4 évvel ezelőtt, most viszont nagyon magabiztosnak tűnik az a vezetés, amit tart, tehát innentől azt mondom, hogy úgy néz ki, hogy ez biztosnak mondható körzet. Nézzük meg a következőt. Várunk egy kicsit, bejönnek az újabb adatok. Budapesten ez Hiller Istvánnak a körzete, itt Földesi Gyulával, fideszes ellenfelével már 3-szor megmérkőzött, eddig 2-1-re Hiller István nyert, és most úgy néz ki, hogy a küzdelem szorosnak tekinthető, de Hiller István áll győzelemre, tehát könnyen lehet, hogy 3-1-re fog. A következő állás már 3-1 lesz ettől a választástól kezdve Hiller István javára. Akkor nézzük meg a megyéket, megyékben nézünk egy-két helyszínt. Baranya 1-es, ahol az egyik független jelölt indult, Mellár Tamás, aki most még mindig szoros küzdelmet folytat Csizi Péterrel, fideszes ellenfelével. Meglátjuk majd, hogy itt kinyeri a választást, de Mellár Tamás vezet, és ez a múltkori adatokhoz képest, amikor a Fidesz 5%-kal nyert az ellenzéki jelölttel szemben, mindenképpen megnyugtatónak tűnik a független jelölt számára. Akkor Baranya 3-ast látjuk, Baranya 3-as, ahol a fideszes jelölt 59,4%-kal vezet 82%-os adatfeldolgozásnál a 22%-os ellenfelével szemben. Tehát itt, ami egyébként is korábban is 50% fölötti Fidesz körzet volt, kimondható, hogy Haritai János megnyerte a körzetét. Nézzük akkor tovább. Mindjárt látunk adatokat. Borsó-Dabaúj, Zemplén megye 2-es választókörzet, amelyik arról volt híres, hogy nagyon kicsivel Varga László nyert 4 évvel ezelőtt, tehát ott a szavazatok között néhány száz volt a különbség, 373 szavazat összesen. Ehhez képest most Hubai György, a Fidesz jelöltje messze vezet Varga László előtt. Itt is kimondható, hogy a Fidesz nyert, miközben egyébként erről a körzetről azt is tudtuk, hogy az LMP visszalépett az MSZP-s jelölt javára. Egy kis türelmet kérek, nézzük tovább.
Borsod-Abaúj a Zemplén megye 6-os választókörzet, ahol egyébként magabiztos Fidesz győzelem volt 4 évvel ezelőtt is, most megnézhetjük. Itt akkor 4 évvel ezelőtt Mennyi Roland indult, akinek aztán később Voldemort néven lett egy olyan ügye, amit miatt a mentelmi jogától megfosztották. A Fidesznek cserélnie kellett, a fideszes jelölt magabiztosan vezet 48,83%-kal. Nézzük a következő körzetet, Csongrád 1-es, ugye ez a szegedi rész, Budapest után a második olyan ellenzéki, erős ellenzéki körzetnek mondható, vagy erős ellenzéki városnak mondható település Szeged. Itt Szabó Sándor úgy néz ki, hogy meg tudja tartani a mandátumát, sőt, ezt biztosnak is mondhatjuk. 4 évvel ezelőtt is ő nyert, és most is magabiztosan 4 évvel ezelőtt 39%-ot kapott, most pedig 43 és felett, tehát tudott javítani is a helyzetén. Akkor Csongrád 2-es választókörzet, ahol az MSZP PM színeiben egy többszörös világbajnok kajakos indult, most úgy néz ki, hogy ő 10%-kal lemarad fideszes ellenfelével szemben, így hát itt is elmondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel ezt a körzetet a Fidesz viszi. Ugye sorban megyünk megyéről megyére, sok ilyet fogunk látni, mert máshogy nem lehet kétharmadot vagy kétharmad közeli állapotot szerezni. A fideszes jelölt Győr-Moson-Sopron 1-es választókörzetében, ahol eddig 50% alatt teljesített a fideszes jelölt 4 évvel ezelőtt, most úgy néz ki, hogy 50% fölött viszi el Győr-Moson-Sopron 1-es választókörzetét. Következő ilyen egyéni körzet, amit megnézünk, Győr-Moson-Sopron 2-es választókörzet, ahol a 55%-os teljesítményt most 58%-ra tornázta fel a fideszes Kara Ákos, vele szemben Menyhárt Miklós, a Jobbik politikusa 21%-on áll, az MSZP pedig 12% körül. A következő körzet Heves 1-es. A Hevesről azt lehet tudni, hogyha valahol erősnek tekinthető a Jobbik, vagy ahol várhattuk, hogy erős lesz a Jobbik, az ez a terület. Nem pont az 1-es, mert az 1-es körzetben dr. Nyitai Zsolt úgy néz ki, sőt biztosan mondhatjuk, hogy megőrzi a mandátumát. Mirkóczi Ádámmal szemben, aki a Jobbiknak egy ismert politikusa, köztük 10% a különbség. Még úgy tűnik, hogy Nyitai Zsoltot könnyű volt eladni, bár Orbán Viktor azt mondta, hogy a Mosóport könnyebb, mint őt, mégiscsak Nyitai Zsolt megnyerte ezt a körzetet. Heves 2-es választókörzetében Vona Gábor helyi születési politikus, 4 éve itt indult, a Jobbik vezetője, és úgy néz ki, hogy Vona Gábor nem tudja elhozni a körzetet, 68%-os feldolgozottságnál a fideszes politikus 11%-kal vezet előtte, ami azt hiszem, hogy meglepetésnek mondható eredmény. Nézzük meg Heves 3-as körzetét, hogyha jól emlékszem, az következik. Igen, hogyha megnézzük végig, hogy ahol a Jobbikot erősnek vártuk, itt is a Fidesz 52,85%-kal hozza a körzetet. Schneider Tamás, szintén ismert fideszes politikus, egyébként a Jobbik keményvonalas irányának a vezetője, volt skinhead, nem tudta elhozni a választói körzetet. Nézzük tovább. A következő Jász Nagykun Szolnok 2-es választókörzet, ahol Pócs János indult, ő ugye arról lett ismert, hogy Jász származású volt szerinte Jézus Krisztus, mert a Jászol is innen jön. Pócs János ezt a körzetet magabiztosan vitte 51,31%-kal a Jobbikos ellenfelével szemben, a DK 8,8%-on áll. Meglátjuk majd, hogy van-e, lesz-e változás, 81%-os feldolgozottság mellett nem várható, hogy nagyon módosulnának az adatok. A következő körzet Pest 2-es körzet, ahol Szél Bernadett indult, nézzük meg Szél Bernadett teljesítményét. Azt hiszem, ez is meglepetésnek mondható, bár egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy a Fidesz nagyon magabiztosan nyert 4 évvel ezelőtt is, és akkor is indult Szél Bernadett, ahhoz az akkori 10%-ához képest most úgy néz ki, hogy 43%-ot
meg tudod szerezni magának. Az adatok feldolgozását nézve még itt bőven lehet fordulat, 48,89%-os feldolgozottságnál, alig 1,5%-os különbségnél még helyet cserélhetnek a szereplők. A következő Pest 12-es, Volner János, a Jobbik egyik legismertebb arca indult ebben a közép-magyarországi választókerületben, vele szemben Földi László magabiztosan nyerte a körzetét, 51,6%-kal áll, itt azt hiszem, hogy 52%-os feldolgozottságnál is azt mondható, hogy nagyon nehéz behozni ezt a 4000 szavazatot, amivel vezet a Fidesz jelöltje. A következő körzet, nézzük meg, akkor mondjuk menjünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, Szabolcs-Szatmár-Bereg 1-es választókörzet, ahol Szabó Tünde sportállamtitkár indult. A város 16 évig irányító volt szocialista polgármesterrel, Csabai Lászlónéval szemben, és magabiztosan vezet, 70%-os adat feldolgozottságnál. A 3000 szavazat elmaradás az azt hiszem biztos győzelemnek tekinthető Szabó Tünde javára. A következő körzet, mindjárt lépünk oda is, Tolna 1-es, ahol ugye sokáig hatházi harangozó küzdelmet láthattunk, majd visszalépett harangozó Tamás 3 perccel az egész visszalépési lehetőség előtt Hatházi Ákos javára. Itt Hatházi Ákos 6000 szavazattal van lemaradva, 84%-os feldolgozottságnál a Fidesz jelöltjével, Horváth Istvánnal szemben. Erről én azt gondolom, hogy ő lemondhat erről a választókörzetről, mert ez már nagyon nehéz lenne innen behozni. Hende Csaba, aki most megye 1-es körzetét uralja, itt ugye azt tudtuk, hogy itt indult Ceglédi Csaba, aki a börtönből indult el, és a börtönben mondott le a mandátumáról. Ezen a területen Hende Csaba nagyon magabiztosan 50% fölött teljesítve, még 50%-os feldolgozottságnál is azt mondható, hogy nagyon-nagyon nehéz lenne őt ebben a helyzetben megverni. Nézzük a következő körzetet. Zala 1-es körzet, amit most nézünk. Itt Víg László, fideszes politikus, 54%-os szavazatarányal, tehát 26.724 szavazattal bőven, nagyon erőteljesen vezet, nem, semmi esélye nincsen a Jobbikosnak. Azt gondolom, hogy ekkora 93%-os feldolgozottságnál már teljesen egyértelmű az ő győzelme. Ahogy így válogatunk, így bele-bele nézünk a megyei adatokba, azt lehet látni, hogy a Fidesz uralja a vidéket, tehát Budapest kivételével, persze nyilván majd fel kell dolgozni az adatokat jobban, úgy tűnik, hogy Budapestet minthogyha az ellenzék jobban hozta volna, és a vidéket meg minthogyha a Fidesz végig tarolta volna, innen jöhet egyébként ki az a közel kétharmados állapot, amiben a Fidesz most van, hogy az új parlamentben ebben ezzel a kétharmaddal fog bírni, rendelkezni. Nézzük csak meg, most Budapest 2-es választókörzetét, ahol Simicskó István 42%-onnál, Gyénémet Erzsébet pedig 40%-on, és az adatok 81%-os feldolgozottságánál is 590 a különbség, tehát itt még azért nem hirdetnék győztest. A Gyénémet Erzsébet főpolgármester jelölt is volt korábban a baloldal színeiben. A következő körzet Budapest 6-os, ahol Dúró Dóra, ismert jobbikos politikus és az egyik legismertebb női politikus indult a Kocsis Mátéval szemben, aki a kerületnek a polgármestere. Kocsis Máté magabiztosan vezet. A második helyezett a DK-s Arakovács Attila és Dúró Dóra csak 12,86%-on áll. Ez erősíti azt, hogy Budapesten a Jobbik az nem nagyon tekinthető erősnek, vagy korábban sem volt erős, és most sem tűnik annak, hogy erős lenne. A Budapest 8-as választókörzetében, a 14. kerületben, ahol Tóth Csabát magabiztosan hozták ki a jóslások is győztesnek, és ahol az LMP jelölt elárulta, hogy a Fidesz gyűjtött neki ajánlásokat. Tóth Csaba 47,5%-on áll, 65%-os feldolgozottságnál, bőven vezet Jelen Tamás fideszes képviselő előtt.
nézzük meg. Budapest 9-es választókörzet, ahol MSZP-s csap össze MSZP-ssel, mert hogy itt az egyik MSZP-s képviselő a később LMP-s lett, Demeter Márta. Ő a Demeter Márta a negyedik helyen áll az LMP színeiben. Burán Sándor egy kicsivel 76 szavazattal vezet az adatok 82%-os feldolgozottságánál, ami azt jelenti, hogy bőven meg kell várni, hogy ő nyer, vagy György István a Fidesz jelöltje. Nézzük a következőt. Mindjárt megjelenik. Budapest 10-es választókörzet, ahol a kisbabát váró Szabó Tima indult a PM színeiben. Itt Kis László, aki egyébként megnyerte 4 évvel ezelőtt az egyéni körzetét, átadta MSZP-s politikus a helyét annak, hogy Szabó Tima indulhasson. Egyedül indult, és ez jól mutatja, hogy milyen az, amikor valaki a baloldal színeiben Budapesten egyedül indulhat. Az adatok 65%-os feldolgozottságánál 3800 fölötti szavazattal vezet Mencer Erzsébettel szemben, Fideszes ellenfelével szemben. Tehát itt működött az, hogy egyetlen egy jelöltre szavazhattak a baloldali ellenzék szavazói. A következő Budapest 11-es körzet, ahol ez az újpesti rész, itt korábban Kis Péter nyert, majd az ő halála után Horváth Imre MSZP színekben, aki aztán megsértődött az MSZP-re, hogy nem őt indítja, de elindult azért jelöltként, és egyébként az 5. helyen áll. Ezt a körzetet viszonylag magabiztosan Varjú László, a DK képviselőjelöltje vezeti, 2500 szavazattal lemaradva mögötte a Fideszes jelölt, de miután a szavazatok 77%-a feldolgozásra került, így azt gondolom, hogy Varjú Lászlónak olyan komoly oka aggodalomra nincsen. Egyébként jobban teljesít, mint 4 évvel ezelőtt, amikor a baloldal ott indult, Varjú most jobban teljesít az akkori állapotokhoz képest. Budapest 14-es választó körzetét látjuk, ez a 10. kerület és 17. kerület együtt. Itt a 84%-os adatfeldolgozás mellett is, az, hogy 2000 szavazattal vezet a fideszes politikus, ez már szinte biztosnak mondható, de azért én még itt kivárnám a végét. Lukocki Károly és Szilágyi György is, tehát a második meg a harmadik helyezett is 4 évvel ezelőtt ugyanúgy elindult ezen a választáson, ahogy Dunai Mónika, tehát ők most itt egymással versenyeznek, sőt az LMP jelöltje is indult 4 évvel ezelőtt, tehát mindenki ismert itt mindenkit ebben a versenyben. Budapest 18-as választókörzetében Molnár Gyula, az MSZP pártelnöke indul, tehát magasrangú politikust indított más is, mert a Staudt Gábort Jobbik és Németh Zsoltot a Fidesz-KDNP. Itt 682 szavazattal vezet az MSZP-s pártelnök, és 77%-os feldolgozottságnál, és azt mondom, hogy várjuk ki a végét, nézzük meg, hogy mi lesz a végső eredmény. A következő körzet, Bács-Kiskun 1-es körzet, Bács-Kiskun 1-es körzetében a Fidesz 51%-ot kapott 4 évvel ezelőtt is, most 55%-ot kapott 94%-os feldolgozottságánál. Itt Vágó Gábor indult az LMP színeiben, őt sokszor megismerhettük tévészereplései által, ő a harmadik helyen áll 9,39%-os szavazatarányjal. A következő körzet Bács-Kiskun 2-esben 53%-os szavazatarányjal, tehát több mint minden második szavazat megszerzésével Zombor Gábor, a Fidesz képviselője győzött. A Jobbik 19,52%-kal a második helyen. Itt is elmondhatjuk, hogy ha kicsivel is, de a Fidesz a 4 évvel ezelőtti állapotokhoz képest több szavazatot kapott. Nagyjából látható egyébként, hogy vidéken, hogy a baloldal, a Jobbik és a Fidesz versenyzik egymással, többen labdában nem nagyon tudtak rugni, de ezen belül is a Fidesz hozza az egyéni mandátumokat. Itt is Lezsák Sándor, Bács-Kiskun 4-es, Lezsák Sándor 60%-os szavazatarányjal 53%-ot kapott 4 évvel ezelőtt a Fidesz, tehát 7%-ot tudott javítani Lezsák, és 15.700 szavazattal van a Jobbikos jelölt mögött elmaradva, ez beoszthatatlan előny, akármilyen a feldolgozottság, itt most éppen 86%-os volt.
Borsodabói Zemplén egyes körzet, itt Csöbör Katalin volt korábban a képviselő, és hát ez egy kérdés 70%-os feldolgozottságnál, hogy most is ő lesz-e. Ő vezet, 863 szavazattal mögötte Jakab Péter, a Jobbik politikusa, és a DK messze elmaradva Debreceni József, korábban ismert közíró, a DK jelöltjeként ennyit ért el. Borsodabói Zemplén, hármas választókörzet, ahol a korábban is azt mondhattuk, hogy a Jobbik számára ez egy erős körzet. Amikor a Jobbik tervezte azt, hogy melyik választókörzeteket szeret, vagy kerületeket szeretné megnyerni, gondolom ebben bízott, ehhez, mert hogy a Fidesz akkor 37%-ot kapott, ehhez képest Rizs Gábor 49%-os teljesítménnyel, 83%-os feldolgozottság mellett maga biztosan veri a Jobbik képviselőjét és a baloldal a DK képviselőjét is. Következő körzet, nézzük, azt mondja, hogy Hajdubiár 1-es, ez debreceni körzet, itt Kósa Lajos 48%-kal vezet 60%-os feldolgozottságnál, Gulyásné dr. Gurmai Zita szintén ismert politikus MSZP színeiben 6000 szavazattal van elmaradva mögötte, itt ha még van is 40%, akkor amit nem dolgoztak fel, én azt mondhatom, vagy azt mondanám, hogy ez a 6000 szavazat, ez elég lesz, vagy elég lehet Kósa Lajosnak, hogy ezt a választókörzetet megnyerje. Nézzük a következőt. Azt mondja, hogy Békés 1-es, Délalföld, itt óriási kamupárt burjánzás volt ebben a kerületben, 19-en voltak a szavazólapon, és Herceg Tamás 46%-kal magabiztosan hozta ezt a körzetet, 41%-ot kapott 5 évvel ezelőtt a Fidesz, tehát 5%-ponttal jobban szerepelt, és közel 5000 szavazattal elmaradva mögött a Jobbik képviselője, 73%-os feldolgozottságnál ez biztosnak mondható. Komárom-Esztergom megye, Közép-Dunántúl az a Bencsik János indult, aki 4 évvel ezelőtt is 5500 szavazattal nyert, most 6850 szavazattal vezet 63%-os feldolgozottságnál Fekete Miklós az MSZP párbeszéd, és Bodabánk László a Jobbik képviselője előtt, hát ez is biztos körzet. Nézzük akkor Fejér megye 4-es körzet. Itt úgy tűnik, hogy van némi meglepetés, 73%-os feldolgozottságnál a Jobbik jelöltje, Pintér Tamás vezet 42%-kal, 500 szavazattal lemaradva a Galambos Dénes a Fidesz politikusa, tehát kettőjük között dőlhet el a verseny, 73%-os feldolgozottságnál, ez még, itt még nem hirdethetünk győztes, persze, sosem tudjuk, hogy éppen mennyi levélszavazat is jut egy adott körzetre, ami még sok mindent módosíthat, de nagyon nagy küzdelem van, és látszik az, hogy itt ez megbontja az eddigi szabályt. Nem bontja meg ezt a szabályt, és meglepetés, hogy a másik független jelölt, Kéz Zoltán 8200 szavazattal lemaradva 30%-ot szerezve második helyen van, 84%-os feldolgozottságnál, és Ovádi Péter, a Fidesz jelöltje, 49,91%-kal nyeri ezt a választókerületet. Nézzük a következő ábrát. Egy pillanat türelmet kérek, Veszprém megyében maradunk. Veszprém 3-as körzet, ahol az egészségügyel kampányolt korábban Rigg Lajos, ő ugyanabban az évben lett időközi országgyűlési képviselő, mint Kéz Zoltán, és a meglepetés, ahogy Kéz Zoltán elbukta ezt a körzetet, a mellette lévő választókerületet elbukta Rigg Lajos a Jobbik képviseletében, hiszen Fenyvesi Zoltán a Fidesz képviselője, aki egyébként Rigg Lajostól korábban kikapott, most 47,53%-kal nyert, ez 3300-nál több szavazat, mondjuk még van egy pár százalék a feldolgozásból, de ezt már nem lehet behozni, ezt a különbséget. Nézzük meg a következőt. Pest megye 1-es,
ahol az utolsó pillanatban lett Csőzik László, az MSZP párbeszéd jelöltje, Tóbiás József, korábbi volt MSZP elnök, lépett vissza a javára, és dr. Aleszky László, aki nagyon erőteljes szöveget mondott a sátáni soros terv ellen, mert azt mondta, hogy ez keresztényi kötelesség küzdeni ellene, most a választók erről biztosítják, hiszen 83%-os részvételnél messze vezet Csőzik László előtt, 44%-ot kapott, jobban szerepelt, mint 4 évvel ezelőtt. Pest megye 5-ös, Közép-Magyarország, Tuzson Bence indult itt, a Fidesz egyik ismert politikusa, szóvivője. Tuzson Bence magabiztosan 84%-os feldolgozottságnál 4700 szavazattal nyeri ezt a körzetet, nem hiszem, hogy be lehetne már hozni, úgyhogy mert korábban is egyébként 4 év ezelőtt is nagyon nagy győzelmet aratott, több mint 6000 szavazattal nyert. Pest 7-es körzet, erről mondták azt, hogyha amikor Jobbik és Baloldal megállapodásról beszélgettek még a legelején, hogy esetleg ez lehetséges, akkor hogyha ez nem lesz, akkor itt biztos, hogy bukik a Fidesz. Szűcs Lajos meg is nyeri ezt a körzetet 44,78%-kal, még 6982 szavazatot nehéz lenne behozni a maradék 23%-os feldolgozásnál. A következő körzet Pest megye 7-es, Közép-Magyarország, Sziget-Szent Miklós. Itt a Fidesz nem nyert annyival 4 évvel ezelőtt, kicsi volt a különbség ellenzékéhez képest. Most a Fidesz meg tudta tartani ezt a szavazat százalékot, tehát ugyanúgy 40%-ot kapott Bona Zoltán, de az MSZP párbeszéd, tehát az ellenzék nem tudta hozni azt, amit korábban. Itt 5700 szavazattal van elmaradva MSZP párbeszéd jelöltje Stefanik Zsolt. A következő körzet Pest megye 11-es, Páncél Károly, a Fidesz politikusa 50% fölötti szavazattal 72%-os feldolgozottságnál vezet. Korábban 48% volt 4 év ezelőtt a Fidesznek, látszik, hogy itt is erősíteni tudott. Itt Pest megyében Magyar Péter jobbikos képviselő 8500 szavazattal a második. Következő ábra. Igen, azt mondja, hogy Csongrád hármas körzet, ahol Farkas Sándor 51%-kal vezet, 79%-os feldolgozottságnál 5800 szavazattal nem fogja a Jobbik tudni behozni, és ha jól értem, akkor lassan a stúdióba kapcsolunk vissza. Igen, mi is nézzük itt a táblákat, és csak hüledezünk Kéri Lászlóval, abból az apropóból hüledezünk, mert hogy hát egyrészt most látjuk az adatokat, másrészt meg azért többnyire ellenzéki oldalon voltak olyan, vagy vannak olyan, hát nagyon komoly személyiségek, akiről mi azt gondoltuk, hogy nagyon sokan ismerik, elismerik, hát aztán... Igen, Szél Bernadettől van a Gábor égitten. Nem, az ellenzék alig nyer, ha jól láttam, eddig 14 egyéni körzetben, ha jól számoltam, eddig persze még itt Budapestről néhányat nem tudunk. Illetve sok helyen volt még ilyen már nem fogsz szépíteni semmi. Hát maximum szépíteni, de változtatni hát, nem. Közben mutatjuk a pártok listás szavazati arányait. Ez lepett meg. Ez már azért 77%, ezen már nagyon minimális változás történhet. 49. Először is, hogy ilyen magas a Fidesz listás eredménye, az szerintem minden közéleti kutatási előrejelzést is fölülmúlt. A Jobbikot a jobb eredményre vártam listán. Az MSZP meg a DK különösebben nem lep meg, az LMP sem. A Jobbik és a Fidesz közt nem gondoltam ilyen hatalmas távolságot. Ez az egyik, ami a listás eredmény. És itt vannak a szerzett mandátumok, ugye 91-et szerzett egyéniben a Fidesz, 1-et szerzett egyéniben a Jobbik, 8-at az MSZP, az LMP 1-et, a DK 3-at, az Együtt 1-et, és egy függetlenünk van, ő Mellár Tamás. 15, lehet, hogy itt a maradék szavazatok, nem összeakad a nyelvem. Töredék szavazatok. Ott, nem, hanem, hogy még van némi mozgástér. Van. Tehát egy-kettő változhat, de a lényeg nem változhat. Hát a lényeg nem, a mandátumok nem változhat, hogy a Fidesz elsőprő győzelmet aratott, nagyobb győzelmet, mint amit
Szerintem bárki gondolt. Mert nagyobbat, mint 4 évvel ezelőtt. Nagyobbat, mint 4 évvel ezelőtt. És akkor engem a legjobban az döbbent meg, hogy megdőlt az a dogma, hogy a minél magasabb részvétel az a Fidesznek. Ilyen eredményt 60%-os részvételnél vártunk. Azt hitte szerintem minden ellenző, vagy legalábbis én ezt olvastam tőlük is, hogy minél magasabb annál... Hát itt van az LMP egy szem szerzett mandátuma. Kevés, a Jobbiknak sem sikerült. Na de azért ez egy elég szimbolikus körzet volt, vitáztak persze, is rajta jó persze. Sokat az ellenzéki pártok, itt úgy néz ki, hogy a részleteket nézzük, azt láttam, hogy legalább 15-20 mandátumnál, ha lett volna ellenzéki összefogás, akkor a Fidesz elég sok mandátumot nyer, ilyen 42-43%-os többsége. Vannak kiugrók, Lezsák Sándor 60%-a, hát mondjuk, Kósa Lajos, hogy ezek után igen. Simán ilyen fölénnyel nyer. Hát itt kezdődnek nekem azok a szociálpszichológiai rétegek, hogy Varga, hol itt lakom. Ugye, bocsánat, mindenki Niederbüller Pétert mérte nagyon komoly eséllyel győzelemre. Ungár Péternek körülbelül ennyit volt, amikor 19-et is mértek, de Niederbüller Péter nagyon fölényesen vezetett az összes közvéleménykutató cég. Igen, de én akkor sem nagyon gondoltam, mert azon a területen elég nehéz lenne. Igen, nehéz, de gondoltam. Így, hogy azért itt is voltak visszalépések, illetve hát itt még volt Momentumos is. Hát, ő állva maradt. Figyeljen, Olga, itt a részletek, ezek a finomságok teljesen érdektelenek az alapvető tény mellett, hogy a Fidesz nagyon magas részvétel mellett még nagyobb győzelmet arat, mint amit gondoltunk, az alacsony részvétel. Jól mozgósított. Ezek szerint sokkal jobban mozgósított, mint ez bárki feltételezte. Az ellenzék viszont ezek szerint magas részvétel mellett sem tudta mozgósítani azt a fajta társadalmi elégedetlenséget, amit széles körben vírtünk meglenni. Azért az érdekes, hogy Budapesten egyértelműen az ellenzéki fölény kimutatható, és ahol még vannak ellenzéki győzelmek, vagy lesznek talán, Szeged, Pécs, Dunaújváros, tehát ezek is a megyeszékhely szintű városok. Hát nézni kell a részleteket, de hát eszembe jutott Mao Tse-tung régi mondása, a falu bekeríti a várost, ez a régi Mao teória. Úgy látszik, hogy fél évszázad késéssel Magyarországon is megérkezik a maoizmus. Hogy... Na, Burány Sándor egyéniben. Hát itt már láttuk őt. Igen. Hogyha visszagondol, ugye innen indultunk, tehát valamikor x órával ezelőtt, hogy ez a magas részvételi arány. Igen, itt vagy az ellenzék. Hát hogy vagy az ellenzéket, tehát két esélyes a dolog, vagy az ellenzéket mozgósított, az ellenzéki szavazókat, inkább úgy mondom, hogy igen. A kormányváltást akarókat, és ennek adott itt mindenki nagyobb igen, lehetőséget. Van. Vagy pedig, én itt félig viccesen mondtam, hogy még pár százezren, vagy akár még 1 millió olyan is, elkezdtek félni az ENSZ-től. Hát, és úgy néz ki, hogy igen. Ennek a választásnak az egyetlen pozitív híre az, hogy Magyarországot a következő 4 évben biztos, hogy megvédik a migránsok millióitól. És az ENSZ-től. Ez az egyetlen jó hír, amit Magyarország népének 3/8 késő estén tudunk üzenni, hogy meg lesz védve az ország a migránsoktól. Aztán, hogy az összes többivel térdéssel mi lesz itt az oktatástól, az egészségügyig, a nyugdíjakkal, meg hány fiatal fogja majd ezek után és megy el az országból dolgozni, ezek már olyan részletkérdések, amit az itt megvédett migránsmentes Magyarország ebből meg fog oldani egy ilyen erős kormány mellett, gond nélkül. Hát lesz mind gondolkodni. Én például a magam nevében, hogy rosszul ismerem ezt az országot, nem feltételeztem ilyen elsöprő Fidesz győzelmet, és nem feltételeztem azt, hogy Magyarország népének a többségét meg lehet etetni ezzel az egy tényezős, egymondatos politikai üzenettel. Jön Soros György. Ezek szerint meg lehet. A Zsoldos hadserege. Hát most nem szívesen lennék Soros György helyében. Igaz, hogy hiába ölelgette itt Vona Gábortól Szél Bernadettig, Soros György súlyos vereséget szenvedett. Szegény Fidesznek meg holnaptól más ellenség után kell majd nézni, mert hát ezt 10 éporrá verte ezt a ide küldött több ezer Soros ügynököt, hát maradnak még a migránsok.
Hát nem tudom, nem tudom. Hát ez nagyon sokáig kell az ezen gondolkodni. Színét. Hát ezen nincs mit nézni, mert... Narancs. Ez elég jelentősen narancs. Ez egészen elképesztő kép. Ezen nincs mit kommentálni, gondolkodni való van bőven. Szerintem biztos lesznek olyan részkérdések, majd amikor látjuk az egyes választókörzetek belső szavazati arányait, hogy igaz-e ez, hogy a városi és a falusi szavazók másképp gondolkodtak, ezt vagy meg kell nézni, vagy ez sem igaz. Egy biztos, hogy az a dogma megdőlt, hogy a magas választás mellett a Fideszt meg lehet buktatni. Magas választás mellett sem lehet a Fideszt megbuktatni. Akkor mivel lehet a Fideszt megbuktatni? Hát, fogalmam nincs. Még van egy esély, hogy saját magukat kinyírhatják, egy ilyen győzelem az olyan, mit mondjak, önbizalmat szokott adni, hogy felszabadít olyan belső energiákat, amik azelőtt fedve voltak. De hát ezek után minden okuk meg lesz mindent megünnepelni. Előre a következő 1300 milliárd forintért. Minden fideszes nagymama kapja a 800 milliós ajándékot. Olyan frankó választási tervet tudnék írni a következő 4 évre, hogy... Gyémánt futárok jelentkezését várjuk. Rénszarvas minden keresztény szavazónak, meg olyan csak úgy dőlnének belőlem a következő 4 évre, hogy legyőzött, kiterített Soros Györgyöt minden magyar államfogárnak, meg mennyi marhaságot lehetne még, amik azért nincsenek olyan nagyon messze attól, amivel a Fidesz meg tudta nyerni ezt a választást. Nincsenek messze, mert pont ilyeneket mondtak, igen. Itt még nézzek kicsit a Borsodabói Zemplében, hogy mindegy, tehát nem volt 1% a különbség, igaz, hogy 70%. Teljesen mindegy, hogy mit nézünk. Ez olyan egyértelmű ez a győzelem, hogy... Persze, nem azt mondtam, hogy ez megfordít bármit, csak itt van, Borsodabói Zemplében megye ez az egyes, ez a miskolci, ahol 39,8 Csögör Katalin, és 38,5, tehát, hogy... Tudja, mi az érdekes, hogy mennyire befagyott ez a pártstruktúra, hogy nincs olyan nagyon nagy változás 2014-hez képest. A legfigyelemre méltó változás, hogy a Fidesz javított a 2014-es eredményén még a legjobban. Hát, a többiek nincsenek olyan nagyon messze az akkori eredményüktől. Illetve, hogyha azt nézem a mandátumokat, ugye 133 mandátumja van pillanatnyilag. Még jobban jött ki, persze. Annyi is volt, de ez a kétharmada 133. Igen, hogyne. Tehát, hogy 133 volt 14-ben is a Fidesznek, most is 133-nál állunk. A Jobbiknak, ja nem, az összefogásnak volt ugye 38, tehát az most akkor ők rontottak ezek szerint, mert ugye 20 és 9 a DK-nak. A Jobbiknak volt 2014-ben 23, ők most akkor javítottak 4-et, meddig 27 van. Hát itt ezek van nem jelentős változások. Most már 26, mert alakult a feldolgozottság. A struktúra egészét nézzük, itt szinte semmit nem változik a parlament összetétele. Hát a Fidesz, elérte megint a kétharmadot. Mi a többi mit változik? Minimálisat. A DK-nak lesz. A DK-nak több lesz, igen, 9, frakciót és alakítani. Az LMP-nek 8, az is. Hát ez mint újdonság, hogy ezzel álljunk elő, hogy lesz DK frakció. Lesz DK frakció, igen. Ez a 2018 egyik megfogható mérlege. Hát sokat fogunk még ezen gondolkodni. Ez mindenképpen új belpolitikai realitásokat teremt mindenkinek. A Fidesz Ez azért nyilván európai téren is ki fogják ezt aknázni maximálisan, hogy harmadik győzelem zsinórban, ez tényleg elég példátlan teljesítmény nemzetközileg is nézve, és az ilyen fölény, versengő több párti körülmények között, ez meg tényleg nagyon ritkaságszámban. Akkor már is kapcsolatban.